magasát, áldott hangja. Tisztaság áldott hangja. Tisztaság áldott hangja. Tisztaság áldott hangja. Hát nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Ezt a kis előadást, kis videóblogot minden szentek előtt egy pár nappal a nagylányommal készítjük. Az őszi szünetbe eljött hozzám, és úgy gondolta, hogy egy pár kérdést szeretne feltenni, és megbeszéltük, hogy mi lenne, ha ezt felvennénk, és gondolom, hogy ha őt érdeklik ezek a témák, és vannak nyitott kérdései 15 évesen, akkor másokat, vele egykorúakat is, akár idősebbeket is érdekel, hogy mit mondanak az ősi írások és az ősi tanítások, ugye a halálról, betegségről, sok-sok mindenről. A dolog apropóját az is adja, hogy az én drága édesapámnak a nővére ma hajnalban, ma reggel eltávozott, meghalt, és én most az ő tiszteletére, ő érte gyújtok egy gyertyát, itt a Bakony közepén, a temetőben, drága nagynéném Ilu, szeretettel gondolunk rád, és szeretettel drukkolunk, hogy jó helyre kerülj, és örülök, hogy a szenvedésednek most már vége, a betegségednek, a fájdalmaidnak. Na hát akkor, Kamilla, kérlek, hogyha van valamilyen kérdésed, akkor csapjunk a lovak közé. Mi lesz azzal, aki meghal? Mi lesz azzal, aki meghal? Hát, ez az is fontos, hogy mi az, hogy él valaki. Hát önmagában én szerintem a halál értelmezhetetlen. Én Rádzsa jógával foglalkozom. A Rádzsa jóga nagyon-nagyon egybevág ugye a Jungféle kollektív tudattal, annak a tudományával, és nagyon egybevág a sámánisztikus világnézettel is. Ja. Amikor valaki megszületik, egy kisbaba, akkor egyszerűen egy új világot teremt maga körül, magának. Maga körül ugye vetít, filmet rendez. Az érzékszerveivel felfog egy bizonyos együttest, egy történést, egy gyakorlati színházi közeget épít, és aztán, hogy a tudata fejlődik, egyre jobban beleéli magát ebbe a szerepbe. Az érzékszervein keresztül ugye megtapasztalja a különböző behatásokat, mert egyre jobban világossá válik számára, hogy ez egy valóság. Él. Aztán, hogy az értelme, nekem például 3 éves koromban, amikor egy autó éppen elütött, 2-3 éves korom környékén, és ott feküdtem az autó alatt, és ott volt felettem a Volga, nagy fekete állami Volga autónak a hóban, ahogy átszaladtam az úton, és elcsúsztam, és nem, persze nem ütött el. Én például onnantól emlékszem. Az volt az én öntudatra ébredésem. 2-3 éves koromig nem nagyon emlékszem semmire. Na most az életet ugye az ember így leéli, tehát így az ember természetesen nagyon egyszerűen hangzik, de aztán utána a felserdül, ugye 7 évenként megújulnak a dolgai, mindig új és új sejtek alakulnak. Tulajdonképpen egy életében az ember többször meghal, hiszen 7 évenként az összes sejtünk kicserélődik. Tehát azt is mondhatom, hogy az a Kamilla, akit most te kérdezel, 15 évesen, az már nem az a Kamilla,
aki megszületett, 7 éves kora utántól újra, most egy harmadik periódusba fogsz kerülni, most éppen fogsz megint elkezdeni sejteket pótolni, tehát akár egy 70-80-90 éves ember ugye legalább 10-szer újjászt születik az élete során. Majd amikor az én hitem szerint, majd amikor egyszer csak úgy dönt, hogy vége, akkor gyakorlatilag visszahúzódik önmagába, számára a külvilág már nem fontos, és az érzékszervei és a testi működése és a különböző rétegei, az aura rétegei leépülnek, magyarul megöregszik, vagy megbetegszik, vagy hirtelen meghal, ez teljesen mindegy, és egyszer csak azon veszi észre magát, hogy eltűnt körülötte a külvilág. Az emberek ugye azt gondolják, hogy ő most valóban elmúlt, de az biztos lehet benne mindenki, hogy nem múlik el, hanem egyszerűen ennek a világnak a számára ugye ő eltűnik. Mint amikor valaki kómába kerül, vagy alszik. De nincs itt jelen. A különbség annyi, hogy a kómába került, vagy az alvó ember, ugye én tudatta, lelke, szelleme a testében van, csak éppen nincsen kapcsolata a külvilággal. Az elhalálozásnál pedig megszűnik a kapcsolat a testével. Én nagyon-nagyon röviden ezt gondolom, de erről órákig lehetne beszélni, mert nagyon sokféle megközelítés van még. És mielőtt megszületünk, hol vagyunk? Hát, lehet nagyon misztikusan is mondani ezt, mert ugye sokszor szoktunk bohóckodni azzal, hogy a gyerekek ott vannak ugye a kakasülőn fent a mennyben, és várják, hogy melyik családhoz szülessenek le, de ez nem is annyira vicces. Tehát megint egy fontos kérdés, hogy egyébként hol vagyunk. Tehát ha az a kérdés, hogy mi van a megszületésünk előtt, hol vagyunk, mi van a halálunk után, akkor hova kerülünk, de egyébként, amíg élünk, se tudjuk, hogy hol vagyunk. Az én hitem szerint és az ősi tan szerint az ember nem térben és időben létezik, ez csak egy ilyen illúzió. Tulajdonképpen a legjobb gyakorlati példa, te láttad, Kamilla, az Avatar filmet? Láttam. Tehát az Avatar film, amikor ugye ott fekszik az Avatar gépben, és akkor a szelleme, vagy a tudata, vagy a belső énje, a világa ugye egy másik testbe beleképzelődik, vagy átmegy. Tehát tulajdonképpen ugyanezt történik, hogy maga a tudat, az örök mindig, az én, az örök én, aki folyamatosan az évezredek, évmilliók folyamán fejlődik, és akkor, amikor ugye beleszületik egy testbe, akkor az idő és tér 3D-s valóságába, vagy 4D-s valóságába ugye helyet foglal, és elkezd flashelni, elkezd filmet rendezni, elkezd, mint amikor az ember zenét szerkeszt, vagy filmet csinál, vagy ír egy novellát, vagy egy darabot, elkezd képzelegni. Na most nem lehet tudni pontosan azt, hogy hol van, hol volt, mert nincs tér, nincs ilyen, hogy tér. Ezt majd, hogyha esetleg beszélünk a szellemvilágról, akkor ezt nagyon szívesen elmondom, hogy miért gondolom ezt, és miért fontos az, hogy nincs tér, nem tudjuk hova behelyezni. Tehát itt a temetőben, ugye, ahol vagyunk, körülbelül 7-800 sír van, vagy lehet, hogy több. Térben ugye itt van a temető, de azok a lelkek, akik elvileg itt el vannak temetve, azok a lelkek, azok nem itt vannak. Nem ebben a térben vannak. Kielégítő válasz, vagy még nyomjam? Értő. Na, akkor még mit? Ja. Vannak-e szellemek? És ha vannak, hol vannak ezek a szellemek? Na, akkor most pont jókor. Tehát, amikor én elkezdtem ezzel az egész
ezotériával foglalkozni, akkor rögtön beleestem egy olyan tipikus ilyen spirituális betegségbe, hogy rögtön elkezdtem ugye a könyvekből, meg a más emberek által elmondott tanítások alapján, ugye szellem itt, ott, a sarokban, megszáll valakit egy szellem, ezek ilyen hitrendszerek, hitrendszeri tévedések, vagy nem tudom, nem akarom bántani azokat, akik a szellemeket, meg a megszálló szellemeket, meg a különböző betegségeket akár szellemekhez, vagy démonokhoz kötik. Ezek ilyen dogmák és ilyen hiedelmek. A metafizikai értelemben a szellemek, azok mindig jelen vannak mindenütt. Tehát nincs ilyen, hogy ebben a temetőben most van 800 szellem, vagy abban a lakásban, abban a sarokban ott van egy szellem. Ha elfogadjuk azt, hogy az összes eddigi megszületett lélek, ugye örök lényként van a kozmoszban, a semmiben, a meghatározhatatlan térben, akkor gyakorlatilag azt is mondhatom, hogy az összes szellem, aki eddig létezett, több milliárd szellem, emberi szellem, most beszéljünk erről, jelen van itt. Fogjuk ezt úgy fel, mint amikor egy sima televízió képernyőn az összes kis lámpácska ugye világít, erre mondják, hogy hangyák háborúja, vagy nincs adás, ugye? Mondja foci, igen. És akkor az összes, ugye? Na de amikor én egy dologra rá fókuszálok, és értelmet adok neki, akkor csak bizonyos lámpácskákra felvillanása egy képet okoz a televízió képernyőn. De tudjuk, hogy ez csak millió kis ledecskének a pislogása, és mégis azt gondoljuk, hogy ő, az a kép, az egy valóságos, az a film, az egy valóságos. Pusztán a figyelmem, tehát a programozó, aki a filmet készíti, az utasítja az egyes lámpácskákat, hogy na most te világíts, te ne világíts, sötét lesz, itt színes lesz, stb. Ugyanígy, ha az összes szellem mindig jelen van, mindenütt, ha térbe akarjuk elhelyezni, akkor pusztán az én hanem forgókondenzátorom, mint a rádióban, amikor rákeresek egy adásra, akkor ha az egyikre ráfókuszálok, akkor mondhatom, hogy ott van az a szellem. De mindegyik szellem ott van mindig. Nincs ilyen, hogy itt vagy ott a szellem, nincs ilyen, hogy tér. A hiedelem alapján persze elmondhatjuk azt, hogy Marika néni ugye itt van a nem tudja elhagyni a padlást, padlásszobát, és itt van. De pusztán ez azért van, mert mi vagyunk azok a valakik, akik Marika nénit oda láttatjuk. Tehát nem igaz az, hogy Marika néni ott van. Marika néni mindenütt van. Az elhunyt Marika néniről beszélünk. Miért félünk a meghalástól, a halottaktól és a szellemektől? Hát nem minden népnél van így, ugye? Mert ez általában az európai vagy a úgynevezett nyugati kultúrában van ez a nagy szomorúság, amikor valaki meghal például. És az gyerekkortól ugye beleívódik az emberbe, hogy ez egy szomorúsággal jár, fájdalommal jár, és hú, és mi lesz, és nem leszek, és megsemmisülök. Nagyon-nagyon sok kultúrában a mai napig is, például amikor valaki születik, akkor Ázsiában rengeteg ilyen vallás megközelítés van, akkor sírnak, jaj, veszékelnek a születéskor, de amikor meghal, akkor meg pezsgőbontás és örülés. Hiszen ő megszabadult attól a földi kinttől, attól a szenvedéstől, ami megint vitat téma, hogy szenvedése, mert én az én hitem szerint, ha megfelelően élünk, mondjuk ahogy Jézus tanította, vagy irányelveket, vagy Buddha, vagy Krisna, tehát a erkölcsösen megfelelő tisztelettel, szeretettel, alázattal élünk, akkor a földi életünk az nem szenvedés. Sokan, éppen az én nagynéném is, aki neked is rokonod, és tisztelettel gondolok rá, szép kort élt meg, az utóbbi években már szenvedett.
rákos volt. Elkapta ez a dolog, és leépült, és fájdalmai voltak. De számára ez egy megváltás. Akkor mégis ugye mi félünk a haláltól, de ha valaki egy kicsit már magasabb szinten próbál gondolkozni, megvilágosodik ebben, megérti az összefüggéseket, hogy valaki számára a halál az megváltás, akkor már nem fog annyira félni a haláltól. Főleg akkor, hogyha elhiszi azt, hogy a halál után nincs vége. Tehát nincs konyec filma, hanem új élet kezdődik. Tehát mi volt a kérdés? Az volt a kérdés, hogy miért félünk a haláltól. Természetes, hogy az élet élni akar, az élet ösztön bennünk folyamatosan elutasítja a halál gondolatát, de azért, amikor az ember elkezd filozofálni, elkezd öregedni, elkezd tapasztalódni, akkor közben rá kell, hogy jöjjön arra, hogy minthogy éppen most ugye ősz van, elhulladtak a levelek, tudomásul kell venni, hogy periódikusan ugye születés, halál, kilégzés, belégzés, újjászületés, újjászületés, újjászületés. Hogy a fenébe születhetne egy ilyen gyönyörű lány, mint te 15 évvel ezelőtt meg, hogyha valamikor ugye nem egy másik testben nem halt volna meg. Ez egy periódikus változás. Ha most nagyon bele akarnék menni a mélyre, hogy ki voltál te, honnan jöttél, hogy haltál meg, lényegtelen. De ha nagyon bele akarnánk menni, ki tudnánk deríteni, a lényeg az, hogy te tavasszal megszülettél, és majd ősszel, ez jelképes, majd ősszel, akkor megint gúnyát fogsz váltani. 100 év múlva. És ehhez hozzá kell szokni ez a gondolathoz, mert ez van. Ezért minden pillanatát az életnek úgy kell megélni, hogy ki kell zamatolni, és boldogan, és örülni kell neki. Hiszen senki sem tudhatja, hogy mikor lesz az az ősz számára. Minden nap tisztába kell lenni azzal, hogy bármelyik pillanatban megállhat a szívem, fejemre eshet egy üstökös, mondjam tovább. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjai domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Miért hal meg valaki, mikor véletlenül is meg lehet halni? Hát én nem hiszem ezt. Tehát teljesen biztos vagyok benne, hogy soha egyetlen egy halál eset sem véletleneknek a... Ez nagyon vicces lenne. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy a színházban, a darabban, a Rómeó és Júliában véletlenül halt meg a Rómeó vagy a Júlia. Shakespeare, ugye a Földkerekség állítólag egyik legkomolyabb dráma írója, megírta a darabot, a Rómeó és Júliát, és aztán elfelejtette a darab nézése közben, hogy ezt a darabot ő írta. És a végén már elkezd drukkolni, és már elfelejti, hogy tulajdonképpen az egész történetet ő maga alkotta, elkezd sírni, szomorkodik, amikor meghal a Júlia, és hát ez hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy ő írta. Ezt William Shakespeare írta. Ugyanígy az életben, az emberi életben, amikor valaki beteggé válik, vagy hirtelen elhalálozik, vagy karambolozik, vagy hosszú betegséget választ magának, elfelejti azt, hogy ő akarta ezt. Nem véletlenül. Hiszen minden, ami van, az, ami történik az életében az embernek, mind filmrendező, mind színházi drámaíró, az ember, az egyén önmaga az, aki alkotja a saját élete darabját.
Hát innentől kezdve matematika, fizika az egész, képtelenség az, hogy véletlenül meghaljon. Még egyszer elmondom, elfelejtettük azt, hogy mi rendezzük a darabot. Lettem. Erős vagyok, mint a kő. Szél hozott, szél visz el. Félelmet soha nem ismerő. Hey na na, hey na na, hey na na ho. Hey na na, hey na na, hey na na ho. Hey na na, hey na na, hey na na ho. Hey na na, hey na na, hey na na ho. Hey na na, hey na na, hey na na ho. Mi az ember? A lélek hol helyezkedik el a testben? Hát, nem tudom, ezt így... nem szeretnék ilyen... Most nagyon divatos ez mostanában, a nagy megmondó emberek ugye blogokban, meg előadásokban elmondják, hogy Isten tetraéder alakú, meg a Szentlélek ugye, nem, szóval nem tudnék formát mondani, meg nem tudnám azt pontosan elmondani. Én azt gondolom, hogy az emberi lélek az a térben helyezkedik el. És az emberi test, ami az agyon keresztül, ugye, mint egy rádióadó vevőn keresztül, ugye a kapcsolatban van a gondolatokkal, de nem az agyában vannak a gondolatok az embernek. Az csak egy adóvevő. Ez olyan, mint hogyha azt gondolnánk, hogy hol az internet. A számítógépemben van az internet. Megfogalmazhatatlan, hogy az internet, mint olyan, hol van. Rá tudok csatlakozni a számítógépemmel, ezért, és akkor a számítógépemben hol van az internet? Nem tudom megmutatni. De mégis jelen van. Rá tudod csatlakozni, az internet nagyon-nagyon jól tanít minket a valóság természetére. Mindenkinek javaslom, hogy ezen tűnődjön, aki picit is érdekel azt, hogy ő miért van, hogy van. Az internet nincs a gépben, mégis használjuk. Ugyanígy az emberi lélek, vagy a kollektív tudattalan, vagy a önmagában, ugye a, bocsánat, de a telefonom csipog, a kollektív tudattalan lehívható, rajtam keresztül megnyilvánul, de a lelkem az nincs itt. A lelkem, az én énem, az a csakra rendszerem, hogyha kicsit tisztában vagyunk vele, olykor a gyökércsakrában tanyázik, akkor éppen az anyagsík az, ami érdekel, a létfenntartás, a születés, a halál gondolata, a megmaradás, valamikor a nemi csakrában, akkor a szaporodás, a szerelem, a búrjánzás, az élet, valamikor a gyomor csakrában tanyázik, akkor ugye az önzés, az étkezés, a bekebelezés, az enyém, a nem enyém, valamikor a szív csakrában tanyázik, akkor azt mondhatjuk, hogy a szeretet, ami már nem, már ezen az állati tartományon, hogy én, enyém, add ide, megeszlek, nevedd el, túl lép, és a szívben tart, van a lélek, amikor egy édesanyja ugye szereti, imádja, simogatja, énekel a gyerekének, akkor itt van a lelke. Amikor a gyerek készül, bocsánat, és bebújt a férjével az ágyikóba, akkor ugye lejjebb van az én tudata, egészséged. Ezt most jól letüsszentek. Amikor a sámán, a mester, Jung, Shakespeare, vagy bármelyik tanító, művész beszél, amit a természet felettiből lehoz tanításokat, akkor a lelke, az énje, az én tudata a torokcsakrában székel. Amikor keresztelő János profétál és gondolkozik, és mondhatnám tovább a különböző nagy-nagy profétákat, amikor meglátnak dolgokat, amikor megvilágosodik számukra, mint látó, az egész valóságról való dolog, amit majd aztán sámáni szinten ki fog mondani, de amikor csak meglátja,
amikor egy matematikus vagy egy filozófus meglát, akkor az én tudata ugye a itt homlokcsakrában székel. És amikor egyé válik ugye a mindenséggel az ember, nagyon ritkán van ilyen, úgy mondja a jóga, hogy szamadi állapotban van, ananda, isteni boldogság, sokféleképpen nevezik, magyarul fényt kap, vagy ugye elragadtatásba kerül, akkor pedig a hetes csakrában van az én tudata, a korona csakrában. Ez egy eufórikus boldog állapot. De hogy nincs két, tehát sincsen olyan tiszta ember, aki folyamatosan csak itt tartja, vagy ott tartja. Végig megyek az utcán, és meglátok egy gyönyörű fiatal hölgyet, miniszoknyában, akkor az én tudatom, mint egy lift, hígy, lemegy ugye a nemi csakrámban. De amikor meglátom, hogy a kisfiát, a kisgyerekét ölébe veszi, mert sír, megpuszilgatja, akkor az én tudatom már, figyelmemet elveszem ugye a combjáról és melléről, és amikor meglátom benne az anyát, vagy akit védeni kell, rögtön feljön az én tudatom is már egy másik síkon. Nincs jó és rossz, egyik semmi rosszabb a másiknál. Nincs lejjebb és nincs feljebb. Minden egyes szint létjogosult, és minden egyes szint nagyon fontos. A lelkem addig van itt a fizikai síkon, ameddig én, és ez mindenkire vonatkozik, addig van a testemben, ameddig ezt a filmet én játszom. A testemen belül, az aurámban pedig éppen, hogy csak ki tudja tölteni a lelkem ezt az aurát, ezt a lényt, amikor meghalok, akkor ez kiszabadul, és milliárdos nagyságra nő a lelkem. Akár egyé válhat az egész lélekkel, magával, az atmával. Akár egy fával is. Akár viszont lekorlátozhatom odáig ezt az egész létezést, hogy szemellenzősen csak valamire figyelek, és akkor valami nagyon egyszerű formába kerülök bele a következő életembe, mint ember, nem mint alacsonyabb rendű. Ezért tanítják a keleti filozófiában azt, hogy a halálod pillanatában nem mindegy, hogy mire vágysz. Mire gondolsz, mert a következő lét testöltésedben onnan fogod folytatni, ahol abba hagytad, amire legutóbb vágytál. Ezért sokan azt csinálják, hogy Isten, 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 mantra, mantra, mantrázzák magukban. Szeretet, szépség, jó minden pillanatban, mert minden pillanatban készek arra, hogy bármikor meghalhatnak. De szerintem ez így nem lehet élni. Tehát ennek ez értelme. Bűne az öngyilkosság, illetve a gyilkosság. Szerinted? Szerintem az. Hát, én abból a szempontból gondolom, hogy bűn, hogy annyira szép az élet. Tehát, hogy így mondom, bűn, ez bűn eldobni ezt a szépséget. Természetesen a depresszió és a szomorúság és az értelmetlenség elviheti az embert oda, hogy most ugye úgy dönt, hogy vége, és elege van ebből a filmből. Mai világban ez ugye itt csak a falunkban itt a héten három temetés volt, és hullanak az emberek, mint a legyek, ez biztos. És az a baj, hogy az emberek nem értik azt, hogy nem csak az az öngyilkosság, amikor valaki ugye felakasztja magát, vagy beugrik a sósavba, vagy magára engedi a gázt, hanem minden halál öngyilkosság. Tehát a természetes halál is öngyilkosság. Nem mindegy, hogy mennyit használtunk ki az életünkből. Meg lehet úgy is halni, hogy békében, 90 éves koromban, egészségben elszenderülök és meghalok. És meg lehet 1000 millió szinten tragédiával, balesettel, önkezűséggel is halni. Minden esetben öngyilkosságról van szó. Én nem gondolom, hogy bűn, csak felesleges tékozlás és pazarlás az, amikor valaki konkrétan, tudatosan öngyilkos lesz. Röviden ennyit tudok mondani.
Az egészséghez van-e ilyen recept? Hát ez most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aktuális kérdés, mert ugye itt nem akarok elkezdeni politizálni, de kitalálta itt a mostani országvezetés, hogy itt elkezdenek mondjuk egészségesen táplálkozásra ösztönözni komplett társadalmi egységeket, de mondjuk konkrétan az iskolákat, óvodákat, és azt gondolva, hogy ez egészséges, nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogyha ez valóban az egészséget szolgálja. Például, elmondok egy példát. Ugye só szegény táplálkozást talál ki, egy okos tojás valaki, aki már legalább egy 3 hónapja foglalkozik a egészséges táplálkozás témájával, majd mint olvasott 2 ilyen tanulmányt. De mindannyian tudjuk, akik a spiritualitással foglalkozunk, hogy nem a só a veszélyes, a só az egészséges. A tiszta, vegytiszta só, vagy például a parajdi, erdélyi só, az arra szüksége van a szervezetnek. Ami egészségtelen, az nem a só, hanem a különböző ízfokozók és azok a dolgok, amik a chipsekben vannak, azok a műanyagok. Valóban, ugye, vagy nagyon-nagyon veszélyes a liszt, a fehér liszt, az étolaj, a margarin, de ezeket nem mondják ki. Hogy most azt mondanám, hogy csinálok egy táblázatot arról, válaszolva a kérdésre, csinálok egy táblázatot, hogy mi az, ami a hosszú élet titka, ez hülyeség. Jézus azt mondta, hogy nem az a okoz betegséget, ami bemegy a szájon, nem az a veszélyes, hanem ami kimegy. Tehát ő 2000 éve ezt nagyon ügyesen megfogalmazta, hogy a betegséget igazándiból az okozza, ami a belsőnk, normálatlanságunk. Természetesen létezik egészséges ivóvíz, létezik házi koszt, bio, növény alapú, rost alapú, tehát ez 100 millió könyvben utána lehet nézni, hogy mi az, ami ugye egészséges. Tudod, miből van a margarin? Hát, olvastam már egy-kettőt róla. Mi most tanultuk. Hidrogénezett étolaj, valami ilyesmi. Amit megeszünk. Pulykaledelnek találtak ki, csak a pulykáknak nem íze. Tehát én azt gondolom, hogy ha még egyszer a kérdést, ha felevelítem, mi volt a kérdés még egyszer pontosan? Hogy mi kell az egészséghez? Van-e ilyen recept? Az kell az egészséghez, hogy az ember sejtjei állandóan minden egyes nap, amikor az ember ugye, azt álmodja, hogy egy új nap történik az idő, minden egyes napon boldogsággal, örömmel legyenek feltöltve. A sejtek azok, melyek a kis pillérei a mi filmünknek, amit mi álmodunk, mint film, ők ezt megvalósítják, tehát ők a színészek, nekik folyamatosan munkát kell adni. Folyamatosan kell, hogy legyen az emberben egy mester, egy vezér elf, egy vágy, hogy mi lesz ma, mi lesz holnap, milyen terveim vannak, mi az, amit holnap után fog csinálni, és folyamatosan kell a boldogság. Sokan ezen kinevettek, amikor embereknek a gyógyításból tanácsot adtam, állj oda a tükör elé,
simogasd magad, nézd meg magad meztelenül, és egész nap gyönyörködj magadban, okoz magadnak örömet. Igen, maszturbálj, igen, szexelj, ha nincs párod, ha nincs társad, akkor egyedül is. Ezek nagyon fontos dolgok, ugyanis a sejtek tudományos szinten is ki van mutatva már, hogy az emberi fizikai testnek folyamatosan erre a mennyei boldogság állapotra van szüksége. Ez viszont nem lehet, ez nem kémia. Nagyon sok vegetáriánus ismerek, aki 20 éve vegetáriánus és 200 kiló. Nagyon sok ismertem pránaevőket, pránatáplálkozókat, például a szegény Vas György, Boldizsár barátom, aki ugye pránaevő volt, fényevő, és aztán pont attól szegényként halt meg, amikor a mentő autós sok egy lovat kivette a vágóhidról, meg akarta menteni, hogy ne vágják le, majd kiment, kilovagolt vele, megmentette a lovat, és aztán a ló ledobta, és a mentősök ugye megtalálták, és benyomták neki az infúziót, és az infúziótól halt meg. Tehát nem lehet tudni, nagyon-nagyon-nagyon furcsa életek vannak, nincs két egyforma, nagyon-nagyon összetett ez az egész kérdés, semmilyen recept nincs, egészség, az biztos, amit a mesterek tanítanak, ahogy élni az embernek, szeretetet adni, minél többet, annál több energia jön, a prána energia az életünkbe. Mit ünneplünk minden szentekkor? Hát, ez egy jó kérdés, de ki vagyunk a mi? Értem a kérdést, és köszönöm. Én minden így ezen elgondolkoztam. Most mi a katolikusok vagyunk, vagy a reformátusok, vagy az evangélikusok, vagy a pogányok, ahogy ők nevezik. Most egy temetőben vagyunk, ami elvileg egy katolikus falunak a temetője, Jást, és a katolikusok ugye megvan a liturgia szerint, azt hiszem, hogy a 3-4-700 éves hagyomány, amit átvettek ugye a keltáktól, a minden szenteknek az ünnepe, ez november 1-én van, és a halottak napja náluk november 2-án van, ha jól tudom. Na viszont a kelták, és az ősi druidák, és az ősi hunok, és szkíták, pedig ugye mielőtt a katolikusok ezt ünnepelték volna, nem is voltak, ők már évezredeken keresztül ugye más néven ünnepelték, hogy mi... Én azt gondolom, hogy ezek az ünnepek, ezek lelkünkben vannak beégetve, és hogy nagyon fontos szerintem az, hogy megemlékezzünk azokról az emlékekről, akik egy másik, amiben már nem élő embertársunk, családtagunkkal való történés kapcsolat, pozitív élmények, negatív élmények történtek. Nem gondolom azt, hogy a halottak itt vannak a temetőben, és nagyon várják, hogy kihozzunk ide nekik egy gyertyát, és ő itt örülnek neki, de ha otthon gyújtjuk azt a gyertyát, és szeretettel gondolunk arra az emlékre, arra a testvérünkre, arra a családtagra, arra az édesanyára, édesapára, ugyanaz a helyzet, nem kell hozzá oda menni, de ha valaki a temetőben érzi jól magát, és a temetőben ez egy közösségi tevékenység, nagyon-nagyon-nagyon nagy butaságnak tartom ezt az Amerikából ugye behozott Halloween party őrületet, ami persze, ha ezt lehetne nagyon szépen is csinálni. Tehát nagyon remélem, hogy ez is rendeződni fog, hogy ez a már hasonlít erre a Mikulás hozza a karácsonyi ajándékot, és szó sincs Jézusról, itt már szó sincs a halottak tiszteletéről, hanem egy ilyen bohóckodás. Ők tudják, akinek ez tetszik, az csinálja. Én azt gondolom, hogy nekünk, magyaroknak ősi kötelességünk az ünnepeinket megtartani. Érezzük lelkünkben belül mélyen, hogy ma, holnap, holnap után egy olyan időszak van, ami a keltáknál mondjuk azt jelentette, hogy a sötétség, a hideg, a tél kezdete, a lelki
magunkba bújás és elbújás, a hosszú téli estéken való meditálás, és aztán majd jön a tavasz, jön a fény, újra jön a pozitív, a jó idő, és akkor pedig megnyílunk. Ez a yin-yang állandó körforgásában, ez tökéletesen látszik. Van még valami kérdésed, Kamilla? Hol vannak a szentek? Kik ők? Hát remélem, hogy én is egyszer közéjük tartozhatok majd, meg természetesen gondolom, te is reméled. Én azt gondolom, hogy az ember különböző fejlettségi szinten él, születik meg az elmúlt, ugye tettei, elmúlt testöltései alapján. Bármelyikünknek Jézus tanítását veszem alapul, bármelyikünknek van lehetőség arra, hogy a következő életében egy olyan tiszta testöltés legyen, ami már utána nem kell, hogy újra földi alakot vegyen fel. Amikor a szentekről beszélünk, akiket most ünneplünk, akár mondjuk Assisi Szent Ferenc, vagy Szent László, vagy százmillióféle, mert nem csak a katolikusoknak, nem csak a római katolikusoknak és a keresztényeknek vannak szentjeik, hanem rengeteg más szent van. Ezek világító fénypontok ugye a tudatalattinkban. Például, hogyha Jézusnak az életútját nézzük, és az ő nagy-nagy találmányát, igazándiból, amivel megváltott minket, nevezzük mondjuk Jézust egy szentnek, és ez a legjobb példa zárásként, azt gondolom, ő rájött arra, hogy az emberiségnek a kollektív tudattalanjába nincs még lefektetve az az út, hogy hogy tud megvilágosulni, hogy tud boldogan, mennyeknek állapotában élni. Ő a saját életében ugye levezette, megértette, megvalósította, onnantól kezdve a kollektív tudatalattiba belekerült ez a minta, a Jézusi minta, és onnantól kezdve a következő született születésekben mindenkinek ott van az út lefektetve. Búcsúzásképpen pedig szeretnék elénekelni egy dalt, minden elhunyt testvérünknek, minden szenteknek, minden élőnek és minden jó embernek itt a Földön. Szeplőtelen ragyogása, ölök ki szent léleknek, benned fogan meg a lét, éled a szerelem igét. Szenvedés közöny helyett nehéz harcot liegőnek hozd el a béke borát, vakvilágot megélő. Boldog asszony,
sóját. Adj életet, szerelmet, add magadból szent lelket, 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 tisztaság hallott hangja, tisztaság áldott hangja, tisztaság áldott hangja, tisztaság áldott hangja.